41. fejezet Kellékek a hetedik Károlyhoz Vadászni indulunk Megérkezés Monteróba Kísértés, melynek nem tudok ellenállni Társaimmal súlyos helyzetbe kerülünk Hogyan kell betörni lakatlan kastélyokba? Helyszíni szemle Rögtönzött vacsora ki mint veti ágyát, Napfelkeltét megyek nézni. Tyúk, illetve kacsavadászat. A zöldség és gyümölcs beszerzése. Hogy mi történt Arellal, nem tudom. Vagy belátta, hogy nekem lesz igazam, és a hetedik Károlytól nem nagy bevétel remélhető, vagy pedig kitölt rajta a fukarsági roham, ami különben, ha Zsors kisasszony neve ott volt a színpadon, nem szokott rajta erőt venni, elég az hozzá, mindentől sajnálta a pénzt. Még attól a dámvattól is, melyet Raymond megöl az első felvonásban, sőt, attól a páncéltól is, melyet a negyedik felvonásban hetedik Károly visel. Mit volt mit tennem? Magam lőttem egy dámvadat Rainsziba, a magam pénzén tömettem ki, aztán elmentem a tüzérségi múzeumba és kölcsönkértem egy teljes lovagi páncélt, Szívesen ideadták, mert emlékeztek még rá, hogy 1830. július 29-én én mentettem meg a múzeumnak első Ferenc páncélzatának egy részét. A darab próbái lankadatlan buzgósággal folytak, úgyhogy szeptember 5-én, a vadászévad kezdetén rámertem bízni a hetedik károlyt a tőlem kapott kezdeti lendületre, és elindultam ahogy egy ilyen mondaná, hogy a múzsák helyett Dianának tegyem a szépet. Igaz, hogy a mi múzsáink, ha hihetünk a jeles akadémikusnak, fölöttébb szomorú múzsák voltak. Ebbe a vadászati kicsapongásba úgy sodródtam bele, hogy Bixiótól korlátlan érvényességű vadászjegyet kaptam. Az engedét mindkettőnknek közös barátunk Dupont Dülport szerezte meg, akit akkor ladba vetésével sikerült hadnagyi rangban bejuttatni a hadsereghez. Hasonlóképpen hadnagyot csináltunk egy Vajan nevű igen derék fiatalemberből, aki Louis de Noyer-val az úgynevezett Journal Rose szerkesztette, valamint Duchenoa művésznő fiából is, aki, ha nem tévedek, Algírban halt hősi halált. Valóról nem tudom, megmaradta a katonai pályán s belőle, de ha még él, bárhol legyen is, itt nyújtom neki az elmúlt negyed század fölött baráti kezemet. A vadász egy igencsak fölkorbácsolt a vadász szenvedélyemet. Dupont Delport beajánlott az édesapjához, és arra kérte, bocsássa rendelkezésünkre kastélyát és birtokát. A kastély nem egészen egy mérföldnyire volt Montintől, ez a kis község pedig Három mérföldnyire Monterótól. Szeptember 4-én indultunk útnak, hajnali hat órakor Delizsánszon, és délután négykor Monteróban érkeztünk. Nem jártam itt még soha, pedig két nevezetes esemény fűződik a helyhez. Itt tölték meg félelem nélküli János Burgonyi herceget, Napóleon pedig az 1814-i nagy haláltusájában itt verte szét az osztrák és fürtembergi seregeket. Az expedíciónkban rajtam kívül részt vett Viardó, a spanyolországi arabok történetének szerzője, aki később nőül vette Polen Gráciát, ezt a sokoldalú és imádnivaló színésznőt, azon kívül Bixio, Louis Boulanger és Bessalamanyi a tizedik kerületi előjáró helyettese. Bixio ismerte legjobban a várost és ezért ő vállalta valamiféle jármi megszerzését, melyel tovább mehetnénk Montignyba. Mi többiek ez alatt bele akartunk nézni kisváros nagy évkönyvének abba a két följegyzésébe, melyeket 400 év választ el egymástól. Aki a hitat látta, rögtön megérti, hogy folyt le az a gyilkosság, melynek félelem nélküli János esett áldozatául. A helyszínen Boulanger fel is vázolta nekem az eseményt, és én később ennek alapján írtam regényevet, a Bajorország Izabellát, valamint a Sir de Ghiac című legendát. Innen a templomba mentünk, mennek boltívén, ott függ a rettenetes herceg kardja. Alapos melléfogás volna azonban a kardról az emberek következtetni. Képzeljenek el egy diszkardot, melyet báli ruháján viselt második Ferenc vagy harmadik Henrik. Miután a templomot megszemléltük, az 1417 emlékekről át is térhettünk az 1814-ekre. Hamar megmásztuk a szörvíjé emelkedőt, és már ott is voltunk azon a fensíkon, ahonnan Napóleon, akiben feltámadt az ifjú tűzér, maga irányozta be lövegeit, és úgy bombázta szét a város megszálló vürtembergieket. Aztán Lován leereszkedett a városba, és miközben pálcájával a lovagló csizmáját verdeste így szólt. Rajta, Bonaparte, mutasd meg Napóleont! Ez a mondat, melyben az aggódó császár a lángeszű republikánust hívja segítségül, szállóige lett. Napóleon győzött is, de a győzelem már nem segített rajta. Ő rá, E modern Sisyphosra sziklagyanánt egész Európa omlott rá újra meg újra. Öt óra volt, és nekünk még három mérföldet kellett megtennünk földúton, márpedig három mérföldes földút bármelyik vármegyében, még Szalnet megyében is fölért öt posta mérfölddel, öt posta mérföld pedig egy rozzant vidéki hintóban legalább négy órás út. E szerint Dupont Delport úrhoz, akit mellesleg egyikünk sem ismert, este kilenc vagy fél tíz felé fogunk betoppanni. Ki tudja, lesz-e benne annyi apai szeretet, hogy szívesen fogadjon ennyi betolakodót, akik ráadásul bejelentés nélkül törnek rá. Bixió erősködött. Azt mondta, zsebünkben a fiú levele, s nincs okunk aggódni. Ezzel éjjel vagy nappal és bármely időpontban beállíthatunk, és mindenkor szíves fogadtatásban lesz részünk. Ebben meg is nyugodtunk. Így indultunk el, vadászkutyák és vadászok, összezsúfolva abban a bizonyos rozzant bárkában, melytől mindjárt kaptunk egy kis izelítőt, az első mérföldön egy és egy negyed óra alatt döcögtünk végig. Épp a második mérföldnek vágtunk neki, amikor észrevettem egy lucernatáblát. táblát. Éreztem, hogy elfog a kísértés, odafüttyenteni valamelyik társam vadászkutyáját, és bevenni magam a lucernába. Hogy az én kutyám miért nem volt velem, már nem tudom. Rám szóltak, hogy a vadász idén még nem kezdődött el. Annál jobb, mondtam, legalább van rá kilátás, hogy zsákmányra akadok, és akkor tettem hozzá, ha sikerül egy pár foglyót, vagy esetleg egy nyulat is lőnöm, azzal mégis leveszünk valamit Dupont Delaporték válláról a rájuk kényszerített vacsora terheiből. Társaim meghajoltak ellenállhatatlan érvelésem előtt. A bárkát megállítottuk, és én viárdó kutyájával nekivágtam a lucernának. Megbeszéltük, hogy ha feltalál bukkanni valamilyen vadőr, akkor a bárka folytatja útját, és nekem csak arra kell ügyelnem, nehogy a vadőr utolérjen. Akik az én gyaloglásom tempóját ismerték, nem is nagyon féltettek ettől. Az olvasót is bátorkodom emlékeztetni arra a kirándulásra, amikor Krépiből Párizsba, és onnan vissza vadászhatettük meg az utat Pályé nevű barátommal. Alig húsz lépést tehettem a lucernában, amikor a kutyám orra előtt felvágodott egy jól megtermett fiatal nyúl. Talán fölösleges mondanom, hogy ez a nyúl egyenesen az örök vadászmezőkre ugrott át. Mint hogy puskám dörrenésére semmiféle vadőr nem került elő, átcsolábánál fogva szépen megfogtam a nyulat, és emelt fővel fölszálltam a bárkára. Nagy dolog a siker. Egyszerre mindenki míg az iménti agályoskodók is gratulálni akartak. Megint mentünk egy darabig, és megint észrevettem egy lucernást. Megint mehetnékem lett, megint vitatkoztunk, és megint nekem adtak igazat. A kutya mindjárt a tábla szélén fogott, és már állta is a vadat. Vagy tíz fogoly röppent fel a lucernából, első lövésemmel megcéloztam a raj közepét, mire két fogoly esett le. A második lövéssel sikerült még egyet lehoznom. Ebből a zsákmányból már kitelt a finom pecsenye, ha nem is elég valamennyiünknek, de azért mutatós ajándék. Amikor újra elfoglaltam helyemet a bárkában, társaim üdvri valgással fogadtak. Mindjárt ki fog tűnni, hogy ezek az apró részletek, melyek első látása talán szócséplésnek tűnnek, egyáltalán nem mellékesek, nagy kedvem lett volna folytatni a vadászatot, mely szinte már a csodálatos halfogás méreteit kezdte fölvenni, de időközben leszállt az est. Be kellett érnem egy nyullal és három fogójal. Még két óra hosszat döcögtünk, aztán megálltunk egy szurok fekete tömeggel szemben. Ez volt Dupont de la kastélya. No, mondta a kocsis, megérkeztünk. Ki érkezett meg? Maguk. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez az eszlénykastély? Pedig az. Összenéztünk. Úgy látszik, mindenki halszik. Állapította meg bőszám. Majd csinálunk egy kis fölfordulást, mondta Viárdó. Mondok valamit, uraim, szólt közbe Bulanzsé. Nézetem szerint okosabb volna a kocsmában aludni, ráérünk holnap reggel beállítani. Hogy is ne, ezt Dupont Delporték sose bocsátanák meg nekünk, kiáltott fel Bixió. Leszállt, határozott léptekkel a kapuhoz ment, és becsöngetett. Eközben a kocsis, akit előre kifizettünk, borzasztóan megrémült Boulanger tervétől, de hogy társaimmal az ő kocsiában töltsük az éjszakát, bárkája órát szép csendesen Montigny felé fordította, és előgetett. Az ügetés gyorsasága azt is elárulta, mekkora megkönnyebbülés jelentett lovának, hogy megszabadult a vadász pereputytól. Mindjárt rögtön arra gondoltunk, hogy nem engedjük meg futamodni járművünket, mire azonban sikerült tisztázni, hogy a kérdésben valamennyien egyetértünk, addigra a kocsist, a lovát és bárkáját régen elnyelte az éjszaka feketessége. Felgyújtottuk hát hajóhidunkat helyzetünk kezdett fenyegetővé válni. Bixió ugyanis hiába csöngetett s döngetett, hiába haigálta meg kövekkel a kaput, választ nem kapott. Ekkorra gyökeret vert szívünkben egy mindennél rettenetesebb gondolat. Mi azt hittük a -e, kastélynak, alvó lakói vannak, de úgy látszik, semmiféle lakói sincsenek. Nem valami derűs kilátás olyan utasoknak, akik a környéket nem ismerik, viszont éhesebbek, mint a hajó töröttek. Bixió abba adta a csöngetést, döngetést, abba a kövek haigálását. Egy negyed óra hosszat bírt a szusszal, de minden igyekvése eredménytelen maradt. A kastély, ez nem is vitás, lakatlan. Megtárgyaltuk helyzetünket. Mindenki előállt a maga javaslatával. Bixió szívósan kitartott amellett, hogy bármilyen utom módon, akár a falat megmászva is be kell hatolni a kastélyba. Fogadkozott, hogy bármit teszünk is, Dupont de Port úr annak csak örülni fog. Vállalod a felelősséget? kérdeztem. Teljes mértékben. Biztosítod-e a felmentésünket, persze nem a törvényes jogszabályok, hanem a társasági illemszabályok alól? Igen. És akkor gyújtsatok meg egy darab papírt, és világítsatok nekem. Sajnos az időtát kezdtek elszaporodni a dohányosok. Ott is akadt valaki mindjárt, aki elővette egy foszforos gyufát, kettészakított egy újságot, és már készen is volt a rögtönzött fákja. Csavarhúzómnak néhány fordulattával sikerült leszerelnem az zárt, Amikor ez megvolt, Magától kinyílt az ajtó, és már be is léphettünk a parkba. Addig nem mentünk tovább, míg vissza nem csavaroztam a zárat. Ezután elindultunk, találomra a tekervényes fasorban, mi csak meg nem érkeztünk a terasz bejáratához. Úgy látszik, a ház távol lévő lakói abban bizakodtak, hogy a külső kapun amúgy se jut be senki, és ezért a kastély bejáratát nyitva hagyták. Mi azonnal szétszorultunk a kastélyban, és bejártuk minden szobáját, szalonját és konyháját. Sok nyoma volt annak, hogy a lakók hirtelen költöztek el, és a nagy sietségben nem is vittek el magukkal mindent. A konyhában ott maradt a tűzhely néhány lábos, és az egész nyársan készülék összeszerelve. Az ebédlőben az asztal tizenkét székkel. Egy ruháskamrában 18 matrac, és valamelyik szobában 30 szilke lekvárt is találtunk a szekrényben. Minden egyes lelet új és új örömkiáltásokat váltott ki belőlünk. Úgy kiáltoztunk, mint Robinson Crusoe, amikor átkutatta a hajóroncsot. Volt már főzőfelszerelésünk, volt mire ülnünk, volt hová feküdnünk, és ezen kívül harminc szilke lekvárt is ehettünk, vacsora utáni csemegéül. Mindenünk megvolt, csak épp a vacsoránk nem. Ekkor vettem elő vadásztarisznyámból a nyulat és a foglyokat. Fölajánlottam, hogy ha valaki megkopasztja a három foglyot, cserébe szívesen megnyúzom a nyulat. Ajánlatomat megtudottam azzal, hogy mihelyt elkészülünk ezzel a munkával, én húzom nyársra a bőre vesztett nyulat és a tolluktól megfosztott foglyokat. Csak egy baj volt. Honnan szerzünk kenyeret? Bulanzsé a fejére csapott. Monteróban, amikor lerajzolta a híd látképét, ki akarta törölni a rajz fölösleges vonalait, és elszalasztott egy kis fiút egy kis kenyérbélért. A gyerek egy két fontos cipóval jött vissza, amit ő aztán belegyömöszölt valamelyik tarisznyába. Végig kutattuk az összes tarisznyát, és a végén Bessalamiésból előkerült a kenyér. Bulanzséból kitört az öröm kiáltása, melyhez egy egész kórus csatlakozott. A két fontos kenyeret sérthetetlen köztulajdonnak nyilvánítottuk, de a teljes biztonság kedvéért bezártuk a tálalóba, melynek kulcsát Bixió őrizetére bíztuk. Ekkor aztán hozzáláttam a nyúzáshoz, kuktáim pedig a madárkopasztáshoz. Pesszállami is bevallotta, hogy nem érezte egységet a szakásművészethez, Lámpást nyomtunk a kezébe, és megbíztuk, hogy szerezzen valamilyen tüzelőt. Nem sokára visszajött két nyaláb fával, és azzal a hírrel, hogy a fáskamra tele van. Bátran tüzet rakadtunk tehát. E biztatás hallatára tűzhelyünk hatalmas örömtűzre gyulladt. A konyhaasztal egyik fiókjában felfedeztünk néhány vasból való régi módi villát. Be is értük velük, mert szerénységünk tiltotta, hogy ezüst evőeszközt követeljünk. Ekként jó-rosszul sikerült megteríteni az asztalt. Kése volt mindenkinek, és azon kívül egy uti palackja, az egyik tele borral, a másik konyakkal, a harmadik cseresznye pálinkával. Én, aki egy-két korgy bornál nem iszom többet, pálinkát, konyakot pedig egyáltalán nem, Ribizli szörpöt hoztam a kulacsomban. Én voltam tehát az egyetlen, aki semmivel sem járult hozzá a közösség szomjának oltásához, de ezért a bűnért teljes bocsánatot nyertem, mégpedig nyárson sütési képességeim jó voltából. Barátaim fölfedezték házias alaptermészetemet, és maguk se tudták, miért dicsérjenek jobban, azért, -e, mert megölöm a vadat, vagy azért, mert sütöm. Éjfél utáni egy óra lett, amikor végre lefekhettünk matracainkra. A spártaiak egyet terítettek maguk alá, a szibariták kettőt. Én ébredtem fel először, még alig szürkült. Elalvás előtt, abban a rövidke időközben, mely a lámpaoltás és álomba merülésem közt eltelt, a jövőnkre gondoltam. Elhatároztam, hogy ébredés után alaposan körülnézek, s keresek valami községet vagy tanyát, ahol ki tudnánk egészíteni készleteinket. Elindultam hát, és mint Lady Melboró, oly magasra hágtam, ahogy lehetett. Nekem persze torony híján be kellett érnem a padlással. A távolban a fák között elbújva egy tornyot vettem észre, de nem lehetett más, mint Montigny. Amikor azonban fölmértem a torony távolságát, mindjárt elszállt a jókedvem, és nem is tért vissza mindaddig, míg magam alá nem pillantottam. Ott aztán az egyik fasorban észrevettem egy csipegető tyúkot, egy másik fasorban még egyet, és odébb egy tócsában egy kacsát, mely csőrével jókedvűen csapkodta a vizet. Indjárt rájöttem, hogy ez nem lehet más, mint a baromfiúdval utóvédje, Menek bölcs visszavonulás révén sikerült megmenekülnie a pusztulástól. Lemásztam a padlásról, a konyhában megkerestem a puskámat, tettem két tartalék töltént, és kisiettem a kertbe. Három lövés esett, halálát okozván két tyúknak és egy kacsának. Viszont megvolt a reggelink. Emellett persze az se fog ártani, ha egy kéttagú küldöttség elmegy a faluba tojásért, kenyérért, borért és vajért. Lövéseim hangjára kinyíltak az ablakok, és borzas fejek meredtek rám, mint megannyi kérdőjel. Félkézzel fölemeltem a kacsát, a másikkal a két tyúkot mutattam meg nekik. Úgy látszik, szépen fejlődtünk, mert pusztán a nagyon is hétköznapi karmozdulatok láttán valóságos dicshimnuszra gyújtottak társaim. Igaz is, hiszen a tegnapi vacsora csak sültből állt, a mai reggelink étlapján két fogás áll majd, sült és ragú. Az öröm hőstettekre sarkalja az embereket, amikor azt javasoltam, hogy sorshúzás által döntsük el, kik mennek át Montinyba kenyérért, tojásért, borért és vajért, Sorainkból kilépett két önként vállalkozó. Név szerint és Bixio jelentkezett, mint hogy sem a vadászatban, sem a kuktáskodásban nem vállaltak hasznos szerepet, legalább szerény eszközeikkel óhajtották kárpótolni a közösséget. Nagy lelkű jelentkezésüket elfogadtuk. Szereztünk egy ütött-kopott kosarat, melynek fenekét egy kis párgával megfoltoztuk. Bixió, hogy kimutassa páratlan önfeláldozását, vállalta, hogy odafelé ő viszi a kosarat üresen. Bulanzsi hat hazafelé, amikor már tele lesz. Itthon maradt társaimat befogtam a szárnyasok kopasztására, én pedig tovább merészkedtem felfedező utamon. Abból indultam ki, hogy egy ilyen mindennel felszerelt kastélyhoz, akár itt vannak a lakói, akár sem, Okvetlenül tartozik konyha és gyümölcsös. Ezeket akartam megtalálni. Iránytű hiána felkelő napot vettem segítségül. Megállapítottam, merre van dél és merre éjszak. A gyümölcsös és a konyhakert minden bizonyal a park déli részén található. És valóban alig tettem száz lépést, minden csupa gyümölcs és zöldség volt körülöttem. Nem is tudtam, mihez nyúljak. Végül salátát és sárgarépát szedtem a zöldséges kertben, a gyümölcsösben pedig körtét, almát és szőlőt. Ezzel a gazdag születtel tértem vissza, Bösszállami és amikor jönni látott, azt hitte, hogy Vertumnus közeledik, a kertek istene. Néhány perccel később a kertek istenéből a konyhák istene lett. Viárdó szerzett egy kötényt, én magamra kötöttem, Összeáll pedig kukta csinált papírosból. Így még vetállal vagy koműval is felvehettem volna a versenyt, sőt az előbbivel szemben még előnyöm is volt. Én ugyanis nem fogadtam meg, hogy a dagály érkezték, megpuhul a húsom, és így nekem nem kellett fölvágnom az ereimet. Szerencsére a segédkukták sem lustálkodtak. Már szépen megtisztogatták a szárnyast, és óriási parástüzet raktak a tűzhelyem. Épp azon voltam, hogy a nyásra húzom a két tyúkot, amikor egy asszony kiáltozása ütötte meg a fülemet. Először az udvarból, majd az előszobából, végül a lépcsőről. S egyszer csak bejött a konyhába egy feldult, főkötő nélküli, dühöngő asszony személy. Ő volt Galop mama.